Szép jó estét kívánok, köszöntöm a Fehérvári Beszélgetés nézőit. Nos, hétfőn, január 22-én ünnepeltük nemzeti imánk a himnusz születésnapját, 195 esztendeje vetette papírra az utolsó sorokat Kölcsey Ferenc. Ennek kapcsán természetesen, ahogy ezt megszokhattuk, a Magyar Kultúra napi ünnepségen adták át a Prokultúra díjakat a Vörösmarty Színházban. Az idei díjazott pedig nem más, mint a Vox Mirabilis Kamarakórus. Vendégem pedig természetesen Zemlényi Katica, a kórus karnagya. Tisztelettel köszöntelek. Köszönöm a meghívást. És ha ez nem lenne elég, előző nap, tehát vasárnap szintén a Magyar Kultúra napjához kapcsolódóan Budapesten adták át a Kóta díjakat a Magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei Együttesek Szövetségének 2004-ben alapított díját, ami nem különben egy rangos elismerés. Még egyszer gratulálok. Köszönjük szépen. Azt hiszem, hogy aki ismeri azt a pályát, amit a Vox Mirabilis-szal 1985 óta betöltöttél, az nem lepődik meg, hiszen ez nem egyszeri díj, a Pro Civitate, és nem sorolom. Erről azért még röviden nyilván beszélünk. Milyen gondolatokkal fogadtad a értesítéseket? Kezdjük a Kóta díjjal. A Kóta díj ugye egy országos szakmai díj, ami igazából abban erősít meg minket, hogy jó felé megyünk. Nem abban, hogy itt a vége, és elértük azt, amit szerettünk volna, hanem ez egy állomás. És hogy talán amerre elindultunk, azt észreveszik mások is, és díjazzák. És azért itt nagyon komoly kóruskarnagyok, egy tanácsadó testület döntött a díjazottakról, úgyhogy ez egy kivételes, különleges lehetőség volt nekünk, hogy mi országosan is egy elismerést kaptunk. És akkor a másik levél, tehát csak jöttek a levelek, mondom. Hát igen, ez egy nagyon különleges időszak az életünkben, és hát nem is kívánhatnék másnak se jobb évkezdést, mint ez a 2018-as, amikor kézhez kaptam polgármester úr levelét, hogy a Prokultúra Alba Régia díjat mi kapjuk meg az idén. Hát akkor egy nagyon nagy melegség töltött el a szívemet, mert szokták mondani, hogy senki sem proféta a maga hazájában, de úgy látszik, hogy mégiscsak figyelemmel kísérik a mi életünket, a munkásságunkat, a koncertjeinket, az egyéb elismeréseinket, és hát ez meg azért különleges, mert a saját hazánkban megkapni igen, ezt a díjat, elismerés. Igen, ez mindenképpen egy visszajelzés, egy olyan pozitív megerősítés, és ne legyünk álszentek, ha valaki jól csinál valamit, és erre kap visszajelzést még hozzá alkalomról alkalomra, akkor nyilvánvaló, hogy előbb-utóbb mindennek rendelt ideje van, tudjuk azt, de eljön az az idő, amikor ezt elismerik. És szerencsére, és most már beszéljünk a múltról egy kicsit, hogy hogyan is jutottatok el, mert nagyszerű íve van ennek a történetnek. Viszont ahhoz, hogy megismerjük ezt a történetet, kell, hogy beszéljünk Pletlina nővérről, akitől átvetted a stafétabotot, átvetted a karnagyi pálcát, hiszen ő volt a vegyeskar élén hosszú-hosszú ideig. Igen, több mint 20 évig ő vezényelte ezt a templomi kórust, a Krisztus Király templom kórusát, és hát meg kell, hogy mondjam, amikor én 85-ben idejöttem Székesfehérvárra, akkor tőle átvettem mindent. A kottatárat átvettem, mert egy kiváló kottatárral rendelkezett a kórus. Egy nagyon szép vegyes kart vettem át, ahol arányosan szépen voltak a szólamok, és nagyon szépen énekeltek. És átvettem Erika nővértől és a kórustól egy elkötelezettséget az egyház iránt, a vallás iránt, az egyházi énekek iránt, és a szolgálat iránt is. Talán ez volt az, ami engem nagyon meglepett, hogy itt Fehérvárnak a legkisebb templomában működik egy ilyen csapat, aki nem csak kórus, hanem egy nagyon összetartó csapat, szívesen vannak együtt, együtt kirándulnak, sok mindent együtt csinálnak, segítik egymást, és ez az út volt az, amit én szerettem volna folytatni. Ilyenkor, amikor egy fiatal karnagy elkezdi a munkáját, nyilvánvaló, hogy először is megnézi, hogy milyen csapatot vesz át, ezt ugye tudjuk, hogy nagyszerű volt ez a csapat, ugyanakkor óvatatlanul is új elképzelésekkel érkezik. A repertoárt hogyan kellett megváltoztatni, hiszen amennyire tudom,
elsősorban, sőt kizárólag egyházi műveket adtak elő mindaz idáig. Igen, egyházi műveket, az egyházi motetták közül is azokat, amelyek az egyházi évben alkalmazhatók voltak, tehát az ünnepekhez kapcsolódóan mindig egy-egy ünnepre készültek. Aztán eltelt egy kis idő, és én úgy láttam, hogy ebben a csapatban több van, mások is jelentkeztek hozzánk, jöttek énekelni, nagyon lelkesek voltak, és akkor úgy éreztem, hogy talán meg lehetne próbálni kicsit nehezebb műveket, nem csak 3-4 szólamú műveket, hanem nehezebbeket. Talán fiatalítani lehetne. Aztán érkezett egy felkérés, ahová világi kórusműveket kellett megtanulnunk. Ez egy új szakasza volt a kórusnak, és nagyon lelkesen tanulták a kodályműveket, a bárdos népdalfeldolgozásokat, és úgy tűnt, hogy a világi repertoár felé is nagyon szépen tudunk bővíteni. Tehát elindultatok egy úton. Ez furcsa volt. És ahogy mondtad az imént, hogy ugye a csapat megvan, de azért szép lassan a korral együtt nyilvánvaló, hogy új csapatot kellett építened. Milyen elvek mentén tetted ezt? Hiszen azt nagyon is jól tudjuk, hogy amennyire mosolygós vagy, annyira határozott. Igen, szokták mondani, hogy nagyon szigorú vagyok, de én úgy gondolom, hogy a legelső az az elkötelezettség. Nyilván legyen jó hangja annak, aki szeretne hozzánk csatlakozni, de az elkötelezettség az. Én úgy gondolom, hogy mindenkinek a lelkiismerete kell, hogy működjön, és nem elég a kóruspróba, amin elindulunk egy vonalon, és megtanulunk bizonyos kórusműveket, hanem a szövegeket, a nehezebb dallamrészeket azért otthon is be kell gyakorolni. És úgy érzem, hogy sikerült egy olyan csapatot összeválogatnom, ahol az elkötelezettség az nagyon fontos, és mindenki megteszi a maga részét, beleteszi a plusz energiát is. Hát igen, a tudás alázatra is nevel, nem csak magabiztosság tesz, ugye? Igen, és az az érdekes, hogy a vezérigazgatótól kezdve a főorvoson keresztül a kétkezi munkás és a pedagógus mindenki megtalálható, és a zene által egy olyan igazi csapattá tudta kovácsolódni, hogy mindenki egyforma, és nagyon nagy az egység a kórusban. Hogy viselték a műfai kalandozásokat? Hiszen ugye beszéltünk arról, hogy az egyházi művek az nyilván az alap mindig és mindenütt. De amikor már említjük, hogy Kodály és Bárdos Lajos, tehát népzenei feldolgozások is terítékre kerülnek a repertoárba, az már megint egy más szint. Mert hogy szintén maximalista lévén nyilván nem elégedhet meg egy kórus azzal, hogy hát ezt tudom, hanem ezt csak jól énekelni szabad. Így van. Én úgy gondolom, hogy mindig valami újat ki kell találni, mindig érdekesnek kell lenni, nem csak a műveknek, hanem annak is, hogy tanítom be a műveket, hogy tanulják meg, hogy miért pont ezeket tanuljuk. És mondjuk Bárdos Lajosnak a Danadanáját elénekelni, mondjuk egy nagybőti motetta után azért elképzelhető, hogy nem ugyanaz a hozzáállás kellett hozzá. Nem volt olyan nehéz megszokni ezeket az új műveket, de ez oda vezetett, hogy eljutottunk a kortárs kórusirodalomig, és nekem ez volt a célom. Tehát rang a Vox Mirabilishez tartozni, illetve Vox Mirabilis ez már egy új név. Új név, ugyanis hála Istennek olyan sok helyre kértek fel minket fellépésre, nagyon a mai napig sokkal több az egyházi felkérésünk, mint a világi, hiszen egyházi indítatású kórus vagyunk, és el kell, hogy mondjam, hogy azért is különleges, mert nem csak katolikusok, hanem reformátusok és evangélikusok is énekelnek nálunk, és ezáltal is tudjuk ezt az egységet biztosítani. Tehát, hogy nagyon sok felé hívtak minket, és akkor ki kellett állni egy olyan névvel, de hát ezt is közösen választottuk, hiszen mindenki hozhatott neveket, felírtuk a táblára, voltak benne nagyon viccesek és nagyon komolyak is, és végül szavaztunk. És a Vox Mirabilis lett az eredmény, ami ugye csodálatos hangot jelent, de mindig hangsúlyozom, hogy ez nekünk a célunk. Igen, ma már mindenki tudja, hogy ez a cél megvalósult. Beszéljünk egy kicsit a gyermekeidről, hiszen mindhárman énekeltek ebben a csapatban. Esztert majd Eszterről egy kicsit külön, hiszen ő maga ezt a hivatást választotta, milyen jól tette, mondhatjuk így. Nyilván az indítatás az megvolt, de a Kinga és Eszter, illetve a Mihály is ott énekelt ebben a csapatban. Így van.
Ez is jelentett egy plusz lépést, hiszen amikor ők gimnazisták lettek, és kialakult a tényleg mind a háromnak nagyon kiváló hangja, akkor ők hozták a barátaikat, tehát a csapat fiatalodott, és én ennek nagyon örültem. Most néztem meg, 35 az átlag életkorunk, ami egy vegyes karnál hát nagyon nagy előnyt jelent. Jó. Nagyon jó. És a gyerekeim nagyon szívesen énekeltek ebben a kórusban. Kinga lányom a szoprán szólamvezető, a vejem a basszus szólamvezetője. Mondhatni, hogy ez egy családi összefüggés is, de örömmel vállalták. És aztán, amikor a mai napig énekelnek természetesen a kórusba, hát Mihály pedig az operaháznak lett az igen. egyik ügyelője, úgyhogy ő is ezen a pályán maradt. Hát hogy lehet kialakítani egy próbarendet? Hiszen alapvetően, tehát én most nincs, idézőjelbe teszem az amatőr csapatot, mert azon már rég túl vagytok, viszont továbbra is mindenkinek munkahelye van. Nyilvánvaló, hogy az alapvetően meghatározza a próbarendet is. Igen. Egy héten egyszer próbálunk. Az egy elég szoros időbeosztással járó próba, pénteken 5:30-6:30, mindenki nagyon igyekszik odaérni erre a próbára, és itt kell még egyszer hangsúlyoznom, hogy viszont otthon mindenki beleteszi a maga részét. Én már másfél évre előre tudom a fellépéseinket, azt, hogy mikor, hol, milyen műsort fogunk énekelni, kivel fogunk fellépni, kik lesznek a vendégeink, és én minden hónapra előre beosztom, hogy melyik kóruspróbán mit fogunk gyakorolni. De a szólamvezetőimet is használom, és ők nagyon-nagyon sokat segítenek nekem, és ők is betanítják a szólamokat, és van olyan, hogy egyszerűen csak össze kell rakni a darabot. Akkor ez a műfaj autokrata műfaj. Tehát karnagy az Isten, illetve az Istennő. Tehát ezt ne tagadjuk meg, ez így van, tehát egy akarat kell, hogy érvényesüljön. Miként tudsz te magad fejlődni? Abban az értelemben kérdezem, hiszen nyilván a rutin megvan, a tehetség megvan, minden megvan hozzá, de hogy a repertoár valóban olyan legyen, ami illik a te kórusodhoz. Így van. Nem elég a rutin, nem elég a tehetség, én úgy érzem a mai napig. Én minden évben részt veszek egy karvezető kurzuson, vagy egyházin, vagy világin. Így voltam tavaly például Szolnokon, a Nemzetközi Masterclasson, ahova ösztöndíjjal kerültem be, látták a munkásságomat, és ez egy nagyon nagy dolog volt, hiszen Izaki Masahiro keze alá kerültem. És hát, hogy mit ad a sors, hogy az idén pedig Szolnokon énekeltünk, hiszen visszahívták a kórusomat is. Tehát én úgy érzem, hogy állandóan fejlődni kell, állandóan figyelni kell a zeneszerzőket. Most például a Kóta díj átadáson két díjazott zeneszerző is, Szabó Barna is, és Horváth Márton Levente is odajött hozzám, hogy szeretnék elküldeni az új műveiket, hogy mi énekeljük el, és nekünk ajánlották. Most azért ez egy nagy felelősség, egy soha nem énekelt művet betanítani, úgyhogy a zeneszerzőnek. És ráadásul ugye olyan dalok is vannak már, Megyeri Krisztián, Balatoni Sándor, aki a Vox Mirabilisnek írta a dalokat. Így van. Az és pedig rendkívüli felelősség. Nagyon nagy felelősség, Balatoni Sándor most nyert egy nemzetközi díjat szintén, Megyeri Krisztina pedig most már a harmadik művét küldi el, őről a tudni kell, hogy nagyon nehéz műveket írt, nagyon-nagyon nehéz megtanulni is, előadni is, viszont egy olyan mérföldkő, hogyha egy Megyeri Krisztina művet megtanulunk és eléneklünk, hogy egyszerűen szárnyalunk, mert úgy érezzük, hogy valami olyat tettünk, amit nagyon tudnak. Igen, felemelt fejjel. Apropó, tehát még ott tartunk, hogy mesterkurzusok. Néhány napja beszélgettem Dubocki Gergellyel, és kérdeztem tőle, hogy mit lehet megtanulni egy mesterkurzuson. Röviden annyit mondott, hogy mindent. Igen. Ezen a mesterkurzuson tavaly Szolnokon nekem azért volt érdekes, mert nem azt mondták meg, hogy mit csináljak, hanem Masahiro mester visszakérdezett, hogy mit szeretnék, hogy ezzel a kórusművel mit szeretnék kifejezni, azzal a mondattal, azzal a szóval, és amikor elmondtam, hogy én mit szeretnék, akkor azt mondta, hogy akkor úgy intsd, akkor úgy vezényeld. Tehát ő nem megmutatta, hogy ha ezt akarod, akkor így kell csinálni, hanem akkor úgy csinált, hogy a kórusból ezt kihoz. Tehát ez volt az érdekes, hogy a saját magamat kellett erre kicsit megtanítani. Tehát tedd vagy ne tedd, de ne próbáld. Így van. Bár egy kicsit itt azért próbálni kell, hát az nyilvánvaló. Adok, hogy adj, ha teszek, hogy tégy. Mennyire
fontos egy kórus életében a visszajelzés, a siker, hiszen nagyon jól tudjuk, hogy számtalan fesztiválon országszerte mindenütt külföldre jártok, és én azt hiszem, hogy a közönség tapsánál nincs fentebb, de azért, mint bebizonyosodott, a szakmai elismerés is ugyanannyira fontos legalább. Én azt hiszem, hogy fontos, tehát én nem szeretnék álszent lenni. Én úgy érzem, hogy igen, nagyon fontos a visszajelzés, azt, hogy elismerik, hogy tudják, hogy látják, és figyelemmel kísérik, ezért különleges, hogy országosan is figyelemmel kísérnek, és hát Székesfehérvár vezető is, ami tényleg számunkra egy nagyon nagy elismerés. De hadd mondjam, hogy nem csak ez fontos. A visszajelzések között a kritika is nagyon fontos. Én, amikor versenyre, fesztiválra megyünk, minden alkalom minden zsűri taghoz oda megyek, és megkérdezem, hogy mi az, amit javíthatunk. Hiszen a közönség tapsa, az elismerések, az rögtön egy pozitív visszajelzés, de a szakmának a segítsége az mindenképp szükséges. A mai napig nagyon komoly karnagyokkal konzultálok. Ezt milyen formában beszélitek meg egy-egy építő jellegű kritikát? Hiszen itt építő jellegű kritikákról van szó. Igen. Ha élőben hallanak minket, akkor utána rögtön általában a zsűri jegyzetel, és elmondja, ha van ott lehetősége. Ha külföldiek, akkor is megbeszéljük ezeket a dolgokat angolul, vagy többnyire angolul, igen, ha nem tudnak magyarul nyilván. De van olyan, hogy elküldök egy-egy felvételt egy-egy karnagynak, vagy egy szakembernek, és akkor kapok rá visszajelzést írásban. Van, amiben megerősít, van, amiben kijavít, és ez nekem jó. Ettől függetlenül én még úgy fogom csinálni, ahogy én gondolom, és amit én érzek belőle, és éppen nemrég az egyik zsűritag azt mondta, hogy az a jó, hogy az elképzeléseim jók, és hogy azt ki tudom hozni a kórusból. Többnyire, ha egy karnagynak megvan az elképzelése, nem biztos, hogy ki tudja hozni a kórusból. De az ellenkezője pedig az, hogy van egy jó kórus, és a karnagy nem tudja, hogy mit kezdjen vele. Nálunk ez talán nagyon, nagyon jól passzol, és nagyon jól összejött, és talán ez lehet a sikertitka. Ez kétségtelenül fontos. Még arról beszélünk, hogy amikor a kritikát megbeszélitek, akkor tanácsot adsz, vagy ugye arról azt tudjuk, hogy szigorú vagy, de ilyen esetben lehet egy karnagy megengedő is? Valamennyire igen, tehát amikor, ha arra gondolsz, hogy a kórus tagjaim felé... Igen, mert ez pedagógiai érzék kérdése. Így van. Minden kórustag minden alkalommal más élethelyzetben van. Tehát nekem azért az ő magánéletüket is valamennyire követni kell, hiszen ha amikor az egyetemistáim vizsgáznak, akkor nem várhatom el tőlük azt, hogy 1000%-kal legyenek ott, csak 100%-kal legyenek ott. Száz is elég, igen. Igen. Most például van két kismamánk a kórusban, és tőlük nyilván megint nem várhatom el, követik a kórus munkáját. Vagy ha valaki éppen munkahelyet vált, vagy költözik, van, éppen most is van ilyen, akkor figyelemmel kell lennem irántuk. De tudom, hogy be fogják hozni azt a lemaradást, amit mondjuk 2 hétig nem tudtak jönni kórus próbára. Nyitott ez a csapat? Mármint abban az értelemben, hogy létszámilag nyilván megvagytok, de a népszerűség az hozza az új tagokat is, tehát a jelentkezőket nyilván. Milyen alapvetéseknek, milyen kritériumoknak kell megfelelni? Az elkötelezettség. Tehát ez, én úgy gondolom, hogy a jó hang mellett ez mindenképpen fontos. És azért nálunk egy kicsit fontos, nem is kicsit fontos, csak nem tudom, hanyadik szempontnak tegyem be, hogy azért némi vallása is legyen. Tehát, hogy azt hiszem, hogy talán nekünk azért, és a kórustagoknak is azért működik a lelkiismeretük, mert hitük is van, és egymás iránt is nagyon szeretettel vannak. Az új kórust, most is jött 2 új kórustagunk, és beleillenek a csapatba. 1-2 hónapon belül kiderül, ha valaki nem illik, vagy nem tudja ezt az elkötelezettséget, ezt a rengeteg munkát vállalni, és én akkor azt megértem természetesen. Viszont nincs fluktuáció, tehát aki ismer minket,
annak nagyon el kell döntenie, hogy ide fog tartozni, és akkor ő vállalja azt, hogy ezt a sok munkát, a próbát, a fellépéseket. Hát jó vox mirabilisesnek lenni. Mit mond Spányi Antal megyés püspök úr? Excellenciás úr szigorú, és ráadásul ért hozzá. Így van. Én csak hálával és köszönettel tartozom neki, hiszen minden évben megengedi, hogy a Kamarakórus Fesztiválon a Szent István Művelődési Házat egész napra használjuk, hogy fogadjuk a kórusokat, hogy közösen rendezzük ezt a Kamarakórus Fesztivált, és hát azért ez nagyon nagy dolog, 7. éve az idén lesz, 8. éve, és hát tényleg egy hála van bennünk, hogy ez lehetséges. Ezen kívül Székesfehérvár belvárosának a temploma is nyitva vannak előttünk, úgyhogy ezért szintén köszönettel tartozunk. És külföld is. Most viszont egy kicsit beszéljünk, menjünk haza a Zsolt utcába, a kicsi kamaraterembe, pedig azért, mert azt kevesen tudják, de most már nagyon is sokan tudják, egyre többen járnak oda, hiszen a közhasznú társaság nem csak kórus találkozókat, nem csak koncerteket szervez, hanem remek portrébeszélgetés sorozatok vannak. Nemrégiben volt ugye a 75. évfordulóra emlékeztünk a Uri áttörés a nemzeti sorstragédiára, egy nagyszerű filmvetítés volt előadással. Én azt gondolom, hogy ez egy másik út, ami viszont szervesen kapcsolódik, tehát ez is egy misszió. Azt gondolom, hogy egy kicsit ki kell tágítani az életünket és a figyelmünket más művészeti ágak felé is. És azért gondoltam a kórus tagokkal egyetértésben, hogy ha mi meg tudunk szervezni más programokat is, akkor tegyük meg, hiszen nagyon sokakat érdekel. Ugyanakkor itt a közösségi házban, ugye, ami a Krisztus Király plébániának a közösségi háza, itt kiállítások is vannak. Például az egyik kórustagunk profi fotós, akinek már többször volt kiállítása itt. És azt hiszem, hogyha több művészeti ág is összekapcsolódik a kórus által, hiszen közhasznú kulturális egyesület vagyunk, és nem véletlenül kórus egyesület, hanem kulturális egyesület, hiszen ilyen téren is befogadóak vagyunk. Igen, hát a zene és a művészet, minden művészet kézen fogva jár, és ez így van rendjén. Az elmúlt esztendőben ünnepeltétek a 60. születésnapot, de az idénre is jutott egy szuperkoncert, erre azért külön hívjuk fel a figyelmet, mert hogy egyébként se felejtettem volna el, de azt hiszem, hogy jó hallani, hogy lesz megint egy ilyen rangos fellépőkkel dúsított koncert nekünk. Így van, nem sokára lesz majd ez az Farsangi Opera Parádénk február 11-én a Szent István teremben, és ugye itt is rögtön visszacsatolok Spányi Antal megyés püspök úrra, hogy ott megtarthatjuk ezt a koncertet, aminek nagyon örülünk. Minden farsangi koncertünk teltházas. Az idén Miklós Erika lesz a vendégünk, akivel minden évben koncertezünk valahol, és hát ez nagyon nagy öröm számunkra, hogy egy ilyen rangos Kossuth-díjas opera énekeshez tartozhatunk. Hogyan tovább? Én azt gondolom, hogy mindig vannak terveitek, ami rendre megvalósul, ez így van jól. Mit kívánjak? Mit kívánjunk a kórus muzsika kedvelői nevében? Sok energiát, lelkesedést és kitartást. Nos, akkor még egyszer gratulálok minden székesfehérvári nevében. Mindannyian tudjuk, hogy ez milyen sokat jelent a kórusnak, a karnagynak és nekünk is, mert komolyan mondom, hogy ez nekünk is öröm. Nos, hát akkor azt kívánom. És boldogságot, mosolygós szemet továbbra is. Köszönöm, hogy itt voltál velünk. Köszönöm én is. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták, vendégem Zemlényi Katica volt, a Vox Mirabilis kórus karnagya. A kórus, illetve a karnagy vasárnap vett át a kótadíjat, majd hétfőn a Magyar Kultúra Napján pedig a Prokultúra Alba Régia rangos elismerést. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk, minden jót kívánok, viszontlátásra!